Ha úgy állna fel az új törvényhozás, hogy a mai Fidesz és a KDNP mellé még egy párt lenne szükséges a jobboldali kormányzás folytatásához, akkor a Jobbik minden politikai kompromisszum nélkül átülhetne a kormány oldalra. Ezt Szanyi Tibor mondta, és az ISZON miniszterelnök jelöltje itt van a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Miből gondolja azt, hogy a Jobbik a Fidesszel, és miből gondolja, hogy a Fidesz a Jobbikkal? Ez egy gondolatkísérlet tekintettel arra, hogy csináltunk egy európai körképet, és egyebek között megvizsgáltuk a németországi eseményeket. Ugye idén össze szeptember második felében ott általános választások lesznek, és Németországban van egy olyan mozgalom, az Alternative für Deutschland, azaz Alternatíva Németországért nevű párt, amelyik most már hát elég erőske, és gyakorlatilag az ő politikája tökéletesen egyesíti mindazt, amit idehaza a Fidesz, illetve a Jobbik mond, azaz létezik olyan politikai formáció, ami a kettő magyarországi pártnak a mondandóját egyébként német szinten egyesíti, és ebből vontam le azt a következtetést, hogy elvileg ez nem kizáró, vagy nem kizárható történet, hogy ez a két párt így úgy amúgy akár a kormányzásban is, Magyarországon a kormányzásban is megtalálhatja a közös hangot. Ez nem egy valószínűsítés, ez csak egy lehetőségnek a felvillantása volt. Azért én elég hosszú ideig figyeltem elég közelről a német politikát, például az AfD, az Alternative für Deutschland, a németországi alternatív, egyesek szerint szélső jobboldali, de mindenképpen jobboldali pártnak a működését, és azért ezzel én nagyon határozottan vitatkoznék, ugyanis az AfD egyértelműen nemrég volt egy kongresszus, ahol az unióból való kilépést forszírozza Németország számára. Ugye jól emlékszünk az antiszemitizmussal kapcsolatos kijelentésre Gauland részéről, aki azt mondta, hogy a holokauszt egy madárpiszok a történelemben, talán a bevándorlás az egyetlen, ahol azért lehet hasonlóságokat találni, ha nem is tökéletes megegyezést. Miből gondolja, hogy a Fidesz a Jobbikkal valamilyen formában összeállhatna, amíg például Németországban azért a példa azt mutatja, hogy a CDU, a kereszténydemokrata párt semmiképpen sem közösködik semmilyen platformon, semmilyen formában az AfD-vel, és én semmifajta azonosságot vagy kapcsolatfelvételt sem látok, láttam, és nem látok a Fidesz és az AfD között. Nos, hát azért a Fidesztől sem idegen az Európa ellenesség. Mi több, azért többen megvádolták már a Fideszt, hogy ha bujkáló szinten is, de tetten érhető a kirekesztés, a rasszizmus a Fidesz politikájában is. Én azt gondolom, hogy a Fidesz már bizonyította, hogy kvázi a lehetetlenre is képes a kormányzásért. Ez annak idején, amikor a mindenki lehetetlennek gondolta volna, hogy a kisgazdákkal össze fog állni, hát erre megtörtént. De a másik oldalon is voltak már ilyen csodák, amikor az SZDSZ hosszasan fogadkozott, hogy ő aztán a szocialistákkal nem fog semmilyen szinten kormányt alakítani, azt mégis megtette. Tehát a politikában az érdekek, a kényszerek azért sokkal erősebbek, mint az ilyen jóindulatú filozófálgatások. Viszont mi egyébként az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom esetében azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag nem ezekkel az elvont dolgokkal kéne foglalkoznunk, hanem sokkal inkább az embereknek a tényleges életével, az emberek fizetésével, és hát gyakorlatilag nem véletlen, hogy itt a politikai szócsaták helyett mi akcióra is készülünk, és május 1-én egy nagyon komoly autós tüntetésre szántuk el magunkat, hogy fölhívjuk a figyelmet azokra a jelenségekre, különösen a gyalázatos hazai bérekre, amik gúzsba kötik a magyarországi dolgozó embereket, és ebben a helyzetben tulajdonképpen egyféle kitekintés csak az, hogy lám, ezektől az általunk kiemelt vagy fontosnak tartott problémákhoz képest milyen egyéb opciók is vannak itt sajnos a hazai politikai palettán. Azért, amit az imént mondott, talán a Morawiecki-Orbán-Salvini találkozó nem azt támasztja alá, hogy a Fidesz nagyon Európa ellenes lenne, de ha az ember jól figyeli a történéseket, mondjuk Jakab Péter parlamenti kirohanásait, valamint akár azt a tényt, hogy a Jobbik a baloldali összefogásnak a zászlós hajója, akkor azt kérdezi, hogy ön vajon miből vonja le ezt a tényekkel nehezen alátámasztható következtetést, hogy a Jobbik és a Fidesz akár összefoghatna?
Hát ez már önmagában vicc, hogy a Jobbik ezen a néven és ezzel a múlttal valamiféle baloldali csoportosulásnak a zászlós hajója kíván lenni. Tehát, hogyha ilyen viccek létezhetnek, akkor az általam vázolt opció és minden további nélkül létezhet. Mennyire látja egyébként működőképesnek az ellenzéki összefogást? Nézze, hát a helyzet az, hogy én, vagy mi, inkább így mondanám, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnál, amit mi egyébként, mi magunkat valóban igazi vegytiszta baloldali pártnak tartjuk, mi egy kicsit mosolyan fogadjuk azt, hogy a kormányoldal baloldalinak nevezi ezt az összefogást, ahol ugye a nemzeti konzervatívnak, jó indulattal nemzeti konzervatívnak nevezhető, vagy radikális konzervatívnak nevezhető Jobbik, a polgári liberális Momentum, a szintén hasonszörű DK, tehát ezek a fontosabb pártok ebben a úgynevezett összefogásban, hogy ezek eljátszák itt a baloldalt. Én azt látom, hogy az az összefogás, ami itt most kialakul, ez mentes attól, hogy az emberek valódi problémájával foglalkozzon. Ennél fogva én nem gondolom, hogy politikailag ennek különösebb jelentősége tudna lenni. Még egyszer hangsúlyozom, számunkra az embereknek a pénze, az embereknek a fizetése, az embereknek a jövedelme a létező legfontosabb, és pontosan ezért fogunk május 1-én kimenni, kimozdulni, úgymond a komfortzónákból, ezért szervezünk tüntetést a Hősök terére, mert egyszerűen azt látjuk, hogy sem a kormányoldal, sem az ellenzéki oldal nem foglalkozik az emberek legfontosabb érdekeivel, azaz a megélhetésével. Tehát magyarul én nem gondolom, hogy ennek a hatos fogatnak van különösebb nagy alternatív jelentősége lenne a Fidesz politikáival szemben, mármint az emberek tényleges megélhetésének a szintjén. Egyesek azt mondják, hogy egyébként pont 12 évvel ezelőtt megbukott Gyurcsány Ferenc irányítja a teljes hatpárti összefogást. Ön hogy látja ezt? Nem hiszem, hogy ez bárki is irányítja. Itt van egy fogadkozás, nyilvánvalóan az erősebb pártok azok jobban hallatszanak ebben a képletben, és ennél fogva nyugodtan lehet mondani, hogy bárki, hát, hogyha ez a társulat vezetve lenne, akkor már valami konkrétum született volna. Hát tulajdonképpen nem létező dologról beszélünk, hát nincsenek közös jelöltek, nincs közös program, nincs közös vezető, mármint így elfogadott szinten. Ígéretek persze vannak, én ezt értem, de hát 10-12 hónappal a választások előtt, hosszú évek után még mindig csak ilyen közös ígéretekre hagyatkozni számunkra. Ez nem igazán fogható, és még egyszer mondom, akcióban mutatkozik meg az ember, hogyha ezek a pártok csatlakoznának hozzánk a május 1-i Hősök terén való tüntetésünkhöz, akkor azt mondanám, hogy na végre történik valami, így viszont egyszerűen ilyen kicsit ilyen parasztvakításnak tartom az egész történetet, hogy most ki kit vezet, hát valaki vezet világtalant, nem tudom. Én kitartóan azt gondolom, hogy mindaddig, amíg olyan pártok nincsenek a választási palettán rajtunk kívül, amelyek az emberek megélhetésével foglalkoznának, és legalább 80-90%-ban ezzel foglalkoznának, egészen addig számunkra nem is nagyon fontos, hogy a szócsatákba induló csapatokat kik vezetik. Az ön pártját személyes ellentétek miatt nem hívták be az ellenzéki összefogásba? A személyes ellentét alatt akár Gyurcsány Ferenccel való ellentétére is gondol. Nem hiszem, tekintettel arra, hogy ez a hat párt saját magán kívül senkivel nem tárgyal. Tehát csak példának mondom, hogy a pártok világán túl lépve, mondjuk ott van a civil előválasztási bizottság, amit Magyar György ügyvéd úr vezet, és hát elég szépen fölépítettek egy ide tartozó infrastruktúrát. Hát őket is ignorálják, őket is így háttérbe lökték, és megalakították az úgynevezett ellenzéki előválasztási bizottságot. Tehát még a meglévő struktúrákra se támaszkodnak, bezárkóztak így hatan, ők azt gondolják, hogy nekik sikerül itt kormányt váltani, milyennek örülnénk, ha sikerülne, de nem látjuk az együttműködési hajlamot ebben a csoportosulásban, és erről nem csak mi tudunk beszámolni, hanem az összes többi kisebb párt, vagy a politikai választásokban érdekelt mozgalom, mindenki ki van hagyva, ők meg vannak hatan, jól el vannak, hát
én azt tudom mondani, sok sikert, de mindaddig, amíg az emberek megélhetése nem lesz a fő kérdés a magyar politikában, addig olyan hogy mondjam, ilyen amorf politikai show-nak tekintjük ezt az egészet. De mondom, mi kimegyünk május 1-én a Hősök terére, aki ott van, aki nincs, és avval fog meglátszani, hogy ki az, aki foglalkozik az emberek megélhetésével. Köszönöm szépen, Szanyi Tibort, az ISZON miniszterelnök jelöltjét hallották. Jó reggelt, Magyarország!